mai kísérletünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a szervezetünkben az emésztő csatorna hogyan bontja le a zsírokat, és ezt a zsírbontást melyik enzim végzi. A zsírbontást nagyon egyszerű módon végezzük. Tejet öntünk a kémcsőbe, és a tejbe fenolftalein indikátor csöpögtetünk. Ugye itt van egy csavaros üveg, cseppentős üveg, rá van írva, hogy fenolftalein, és ebből egy cseppet belecsöpögtetünk a tejbe. Nem kell sok, csak egyetlen csepp, egészen addig, amíg halvány rózsaszínű nem lesz. Ugye a tej még nem lett rózsaszínű, mert hogy ugye meg is kell lukosítanunk az oldatot, tehát nátriumhidroxidot csepegtetünk bele, hiszen a fenolftalein indikátor lugos kémhatású oldatban lesz rózsaszín. Egy kicsit összerázzuk óvatosan, hogy minden részére ugye lejusson a lúg, és amíg ugye nem rózsaszín az egész, további cseppeket csöpögtetünk bele. Még egy kicsit megint összerázzuk. És akkor ugye most már, amikor a teljes összerázás megtörtént, akkor fogunk enzimet belerakni. Egy kicsit szétosztom az oldatot, mert ugye megvizsgáljuk úgy is, hogy ha kevesebb enzimet teszünk bele, illetve ha több enzimet teszünk bele, akkor mi történik. Az enzim oldatot ebben a főzőpohárban találjuk, tipankrin tablettát használunk ehhez a kísérletünkhöz, néhány milliliter, ugye összesen 2 milliliter enzimoldatot csöpögtetünk bele, és utána vízfürdőbe helyezzük. Ugye beleraktuk a 2 milliliter enzimoldatot, összerázzuk szintén, és amikor ez összerázódott, akkor ugye beállítottuk a vízfürdőt 37-38 Celsius fokra. És belehelyezzük a kémcsövet. Látjuk, hogy egyre világosodik, kezdi visszanyerni a fehér színét a tej. Még egy kicsit várnunk kell, hogy az enzim ki tudja fejteni a hatását, és remélhetőleg pár perc múlva kifehéredik az oldat. Befejeződött a bontás, a tejzsírre bomlott. Hasonlítsuk össze azzal a kémcsővel, amelybe ugyanazokat az anyagokat beletettük, tehát enzimet, lugot és a megfelelő indikátort, és látjuk, hogy vízfürdő nélkül még mindig rózsaszín a színe, tehát a hőmérséklet befolyásolja az enzim működését.